Szép jó estét kívánok mindenkinek, szevasztok kedves nézőim, kedd este van, és folytatjuk a tegnapi Daisy streamet, amiben a Vin Diesel névre keresztelt karakterrel zajlott az akció, és a tegnap este kifejezetten izgalmasra sikerült, aki itt volt velem, az tudja, hogy az egyik északi katonai bázison összefutottam egy másik játékossal, és bármilyen meglepő, de a fegyveres konfrontációból én kerültem ki győztesen, és most folytatjuk szépen a kis kalandunkat, és itt vagyunk ugye ebben a katonai épületben, ahol tegnap ugye abba hagytam a játékot, és írja is a chatben egyébként iToxici, hogy ő is mindjárt csatlakozni fog itt hozzám a játékból, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha egyszer csak felbukkan itt egy másik játékos, az bizony ő lesz. Szóval nem fogom lelőni. És remélem ő se fog lelőni engem. Ó, nem jó. Azt hittem, hogy jó lesz ez a tár ebbe a fegyverbe, de nem. Sajnos egyébként az a szomorú dolog van, hogy megint szakad az eső. Tegnap is ugye ott hagytuk abba a játékot, hogy szakadt az eső, és hát pontosan ugyanez a helyzet most is. Egyrészt este van, kiki nyugalomba, nem mellesleg pedig zuhog az eső, és szerencsétlen karakterem ugye még mindig nedves, tehát hogy nedves a ruhája, úgyhogy nem is olyan kiváló most a helyzet. Keresni kellene egy házikót, ahová be lehet húzódni, és lehet csiholni egy kis tüzet, hogy megszáradjanak a gönceim. Ugye itt is van egy egyébként egy ilyen kis vaskályha, amiben lehetne tüzet gyújtani, és lehet egyébként, hogy ezt is kellene tenni. Közben iToxici kérdezi a chatbe, hogy hol vagyok. Én kérlek szépen Kamenszknek a közelében vagyok. Messze vagyok még a nagy északi reptértől szerintem, hogyha a Tisi melletti reptér az, hogy katonaságra gondolsz iToxici, attól még igencsak messze vagyok. Tehát, hogy még mindig itt vagyok Kamenszk közelében. És hát azon gondolkodom egyébként, hogy begyújtsak-e itt. És szerintem igen. Készítek. Begyújtok itt, és megszállítom a karaktert, és bízom benne, hogy mire megszárad a karakter, addigra eláll az eső.
Na, gyújtok egy kis tüzet. Az a biztos. Aztán szépen megszárítkozom, és imádkozom azért, hogy elálljon az eső. Jaj. Longstick. Várjunk, csak nekem nem longstick kellene, hanem... Hanem rövid botok kellenének, viszont most valamiért ezt már nem lehet ketté törni. Ez tök érdekes. Ja, de! Jó. Valamiért eltűnt a split menü. Az inventoryból úgy emlékszem, hogy volt, de megoldom én ezt. Se perc alatt. Ez az. Begyújtunk. Tök durva, hogy ugyanolyan időjárás van, mint tegnap ilyenkor. Nem rakok túl sok fát a tűzre, valószínűleg ez elég lesz ahhoz, hogy megszáradjak. Legalábbis bízom benne, hogy elég lesz. Jó. És amíg melegedünk, addig elfogyasztjuk a sikereink örömére ezt a pipsit. És igen, egyébként Oberon itt fekszik előttem az asztalon, és az ő dorombolását hallhatjátok egyébként. Itt van előttem a kis bundás barátom, és itt hortyog. Egyem az uzáját. Jó dolga van neki, kapott vacsorát, kapott inni, úgyhogy most itt fekszik előttem. Szóval, iToxici, még mindig ugyanott vagyok, mint tegnap, tehát hogy ezen a Kamensztől jobbra vagyok, egy gyárépület mellett van ez a katonai barak, és én ott vagyok. Tehát hogy nem lehetséges lenne, hogy nem ugyanazon a szerveren vagyunk? Mert hogy ahogy a chatből olvasom a szavaidat, te is valahol itt vagy. Kamenctől jobbra, a nagy katonai bázis alatt egy hasonló épületben, csak gyanús, hogy nem ugyanazon a szerveren vagyunk. 6718. De a 6718-on vagyok én is, szóval nem értem. Tehát hogy én tényleg még mindig ugyanott vagyok, ahol tegnap abba hagytam a játékot. Itt van emellett a katonai épület mellett egy nagyobb gyárépület. És tényleg Kamensktől vagyok, hát nem tudom, egy 200-300 méterre kb. Kíváncsi vagyok, hogy a mai stream az lesz-e olyan izgalmas, mint a tegnapi. Tegnap azért történtek dolgok rendesen. Ki is csavarom a ruháimat, hát akkor gyorsabban meg fog száradni. Cuccom. Mondjuk, hogyha nem áll el ez az eső, akkor igazából nem tudom, hogy mennyi.
Mennyi értelme van egyébként a szárítkozásnak, de mindegy, ha már belekezdtem, akkor végigcsinálom. Odakint rendületlenül dörög az ég. Közben írja iToxici, hogy elvileg tudja, hogy hol vagyok, úgyhogy várható az érkezése. Bízom benne, hogy másnak nem szúr szemet egyébként, hogy én itt begyújtottam. Mondjuk olyan marha sokan nem vagyunk. Nem vagyunk ugye a szerveren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ember van rajtunk kívül, iToxicin és rajtam kívül ezen a szerveren. Ami olyan borzasztóan kevésnek egyébként nem mondható, tehát hogy azért az esély megvan, hogy itt valaki rám nyitja az ajtót. De bízom benne, hogy az iToxici lesz, és nem egy másik játékos. Közben én itt melegedem, melegecskélek. Bízom benne egyébként, hogy hamarosan fel kell a nap, mert hogy nyilván megint az van, hogy még mindig nincsen éjjellátóm, úgyhogy sötét van. Alig nem tudom, hogy ti mennyit láttok a játékból, de az én képernyőmön, ahol látom a közvetítést, ott elég sötét a kép. Úgyhogy nem ideális a dolog, ami nyilván nem segít az, hogy totál felhős az ég és szakad az eső. Közben kialudt egyébként a tűz, és megszáradtam egyébként. Tehát, hogy hál' Istennek ennyi tüzecske elég volt ahhoz, hogy megszáradjon a karakterem, és most megvárjuk, hogy iToxici ide érjen. Nagyjából 5 percre van szüksége, ha minden igaz, hogy átszaplasson ide. És közben megérkezett hozzánk Fejcsi is. Szia Fejcsi, szép estét kívánok! Folytatódik ugye a Daisy-s kalandunk. Hopp, elállt az eső. Ja nem. Nem állt még el az eső, de most már mintha alább hagyna az erőssége. Erre nem lesz szükségem. .45-ös lőszer, .556-os lőszer. Hopp, elállt az eső. Elállt az eső úgy, hogy ha megérkezik iToxici, akkor utána folytathatjuk is az útunkat Kamenszk felé. Megyünk Kamenszkbe, ott megpróbálok szerezni valami ennivalót a karakternek, aztán hogyha megvan az ennivaló, akkor utána elindulunk Tisi felé, és Tisi mellett meglátogatjuk majd. Egyrészt Tisi mellett van egy másik vadásztábor, ahol remélhetőleg találok majd normális cuccokat, és a vadásztábor után pedig meglátogatjuk a nagyobb-nagyobb katonai bázist, ami ott van Tisi közelében, és rengeteg lootolható épület van. És hogyha sikerül Vin Dieselt rendesen felszerelni, akkor utána pedig visszavonulok valami nyugodtabb környékre, és ismét nekiállok a bázisépítésnek, tehát hogy megpróbálom összeszedni a bázisépítéshez szükséges cuccokat. Ez a terv. Nyilván ez a mai estébe valószínűleg a bázisépítés még nem fog beletartozni, de hogy elkezdem összegyűjteni az ehhez szükséges dolgokat.
csodálatos hír, hogy ehhez a feladathoz például már megvan a bázis kapujára szerelendő lakat. Várunk. Ó, közben mégsem állt még el. Aha. Te érkezzel, Ájtoxici? Láttam oda kint egy embert. Halli. Hello. Na, itt vagyok benne a leghátsó szobában. Hallom a lépteidet. Cső. Hello. Na, ez egy ilyen első pillanat a játék történetében, hogy találkozom egy másik játékossal. Ó, és van. Ah, kaptam. Hú, ezt nekem szántad? Látom, van golyóálló mellény. Plate carrier. Jó. Jaj, még dobálok egy pár cuccot. Ah, köszönöm szépen. Akkor ezt le is cseréljük. Oops. Yeah. Öcsém. Fel leszek itt szerelve szépen. Ó, shotgun lőszer. Gyógyszer. Lőszer. Ez, hogyha jól látom, akkor... Nem. Ú, infúziós. Ó, nagyszerű. Ú! Hát ez csodálatos. Csodálatos, fantasztikus. Nagyon szépen köszönöm ezeket a rendkívül hasznos dolgokat. Gyorsan nézze, le is csapolom a véremet, szerintem, hogy legyen tartalékom a kevésbé jól sikerült pillanatokra. Jó, hogy az infúzió. Á, azt hittem, hogy vérleszedős cucc. Jaj. Na, nagyon szépen köszönöm, nagyon hasznos dolgokat hoztál nekem. Azt kell, hogy mondjam. Csodálatos, fantasztikus. Ó! Ha! Király! Drótkötél. Ami természetesen, amire szükség lesz majd, hogyha nekiállunk a bázisépítésnek. Köszönöm szépen. Zsír. Zsír király. Te is megáztál, ha jól látom. Szépen ki is csavartad a kis zubbonyodat. Na! Most, hogy ilyen frankón összetalálkoztunk, a kérdés az, hogy mi legyen? Mi legyen merre tovább? Ezt a chicken steaket, ezt behamikázom. Ez az. Na. Csodálatos, fantasztikus.
megtöltöttem én is a pisztolyomnak a tárát. Betárazzuk a pisztolyt, és akkor az a kérdés, hogy mi legyen? Elmenjünk? Elmenjünk együtt az a nagyobb reptérre, vagy azt már ott kifosztotta teljesen? Elindultunk egyébként. Na akkor, csapjunk a lovak közé. Irány, surány. Nézzünk be Kamenskbe. Szedjünk össze egy kis kaját, hát ha találunk gyümölcsöt, meg ilyesmit. Aztán akkor irány. A nagy észak-keleti talán. Lett hokimaszk a fejemre. Csodálatos. Na, hogyha... Hát talán lassan egyébként el is kezd pirkadni, hogyha minden jól megy. Most már tényleg végre elállt az eső. Úgyhogy... Legalább elázni nem fogunk. Még jobban. És hát, hogyha lassan fel kell a nap, akkor végre ti is látni fogtok valamit a játékból. Csodálatos, fantasztikusan szép nagy hátizsákon van, továbbra is rendkívüli módon örülök neki, hogy ekkora hátizsákkal a hátamon tudok itt caplatni. Nagyon gyönyörű. Szép terepszínű, meg minden. Tökéletes. Kívánni sem tudnék ennél jobbat. Na. It's a first. Hogy ketten együtt kommandózunk. Egy szerveren. Itt balra kell, hogy legyen egy gyümölcsös. Rohadt almából nem kérünk. Csak ha jól látom, akkor ezt itt valaki azért már itt előttünk körbenézegette a dolgokat. Nem nagyon van itt most semmi. Na? Ja, ekkora hátizsákkal már nem tudom. Jaj, mi történt, iToxici? Eltűntél? Ja, látlak. Jó van. Közben Obika itt púrrag az asztalon. Egyem a kis szívét, szerintem elaludt és most álmodik. Milyen hangokat már ki magából? Au, most megkarmolt. Ah, végre egy kiszáradt szilva. Kellett, mint egy falat kenyér. Kiszáradt körte.
Hát mit mondjak? Kamenszk nem tartogatott sok meglepetés számunkra. Érdekes, hogy nincsenek zombik. Egy szár se. Tomás, szia! Üdv a csatornán, üdv a cseten! Köszi szépen, hogy benéztél. Na, hogyha jól gondolom, akkor ezen az úton kell elindulnunk. Ráadásul, ugye, a tábor felé lesz ugye egy vadásztábor is, ahova be tudunk nézni. Kíváncsi vagyok, hogy vajon útközben találkozunk-e lezuhant helikopterrel. Közben nézegetem itt a térképet. És jól gondolom, ugye? Hogy... Nem. Ne. De ezen az úton kell mennünk. Hallunk állatot, akkor azt le kérdezni. Aha, várj, viszont azt nézem, hogy nem ez a jó út, amin mennünk kell. Tehát nem ez az út, ami nálunk, nem ez vezet. Tisi felé. Hanem ami feljebb van. Tehát visszafelé, kicsit vissza kell kutyagolnunk. És a kis tavacska melletti úton kell elindulnunk. Közben Tomás kérdezi, a chatben, hogy vagyunk-e, mert csodás napon. Én örülök, hogy végre este van. És daisy-zhetek. Elég nyögvenyelősen indult a mai napom, az az igazság. Tehát, hogy a délelőttem az borzasztó volt. Márka állat. És egész... Milyen fürge ez a zombi? Tehát, hogy egész délelőtt elég pocsékkedvem volt. Jaj. Baszki. Délután voltam edzeni, az egy picit segített a dolgokon. És tökre örülök, hogy végre játszhatunk. Holnap nem kell korán kelnem, úgyhogy ilyen szempontból is pozitív dolgok vannak, úgyhogy vártam már, hogy este legyen, és indulhasson a játék. Na, most vagyunk. Ezt a csirkét lekapom. Oké. Közben elkezdett pirkadni, úgyhogy úgyhogy jók vagyunk. iToxici elmegy, levadásza a kakast, hogy tudjunk hússütni.
Aztán elindulunk. Elindulunk a... Hopp, itt egy ásó. Ezt felveszem, mert hogy erre szükségünk lesz az építkezéshez. Na, miért? Ja, ó, nincsen helyem az ásónak. Ó. Csinálunk helyet akkor az ásónak. Az ásót, tehát most már viszem magammal, mert az ásóra szükségünk lesz a bázis építéshez. Majd valahol fejszére kellene még lecsapnunk, tehát mindenképpen szükség lesz egy fejszére. Úgyhogy mindjárt egy picit átvariálom az inventorit, hogy magamhoz vehessem ezt az ásót. Mert most már figyelnem kell arra, hogy... hogy gyűjtsek olyan cuccokat, amikkel ugye neki tudok majd állni az építkezésnek, hogyha életben maradok addig, de bízzunk benne, hogy életben maradok addig, hogy eljussunk az építkezésig. Jó öreg Vin Diesellel. Na, tényleg, végre kezd kisütni a nap, úgyhogy... alakulnak a dolgaink. Ez a védekezés nekem most nem sikerült. Hiába csináltam ezt a védekező mozdulatot. Meg tudott ütni a zombi. Mit találtál? Van gyújtósod? Mármint, hogy rongyra gondolsz? Mert az nincs. A fáról szedtem le kérget. Az van nálam. Fa. Fám nincs. Mindjárt jövök. Oké. Na, szerintem akkor meg is sütjük azt a pipi húsit. Most, hogyha már ilyen szépen összegyűltünk kettecskén. Drót. A drótra szükségünk lesz. Fűrészem már van. Az a fűrészre is szükség lesz egyébként az építkezéshez. Király. Szépen gyűlnek. Gyűlnek a megfelelő cuccok. Gamer Erik, köszönöm szépen a követést, üdvitt a csatornánkon. Jó szórakozást kívánok ehhez a lightos Daisy streamhez.
Találtam még egy drótkötelet egyébként. Meg most már van ásóm is. Úgyhogy gyüldögélnek a cuccok az építkezéshez. Az nagyon hallatszik, hogy korog a gyomra a karakternek. Hova lett a símaszkod? Tönkrement. Tönkrement tegnap. És még nem találtam újat, úgyhogy most csak egy hoki maszk van rajtam, borzasztóan szimpatikus benyomást kelthetek benne. Na, közben odakint kivilágosodott. Ez a gyomorkorgás, ez nagyon kemény. Bepattintottam egy sörikét. Valahol itt egyébként van egy nagyobb vad is. Igen, én is hallom a hangját, valószínűleg egy valami szarvas, vagy valami hasonló, vagy szarvas marha. Megpróbáljuk levadászni? Jaj, persze, próbáljuk meg. Felkelt a nap, hajnalódik, kiugrom az ágyból. A Daisy stream már vár rám. Yeah. Nincs benne semmi érdekes, csak egy cseprű. Kicsit kéne hallgatózni, hogy van bőg. Megpróbáljuk. Kifürkészni, hogy merre lehet az a nagyobb bacska állat, akit le tudnánk vadászni. Hogy most egy picit megpihenünk itt a fűben. És várjuk, hogy hátha újra felbőg valahol ez a vagy szarvas marha. A kettő közül valamelyik, egy nagyobb testű állat. Nagyon vicces, hogy innen látom, hogy itt még... egy röfi. Hol? Itt van mellettünk egy röfi. Ó! Oh. És tényleg. Yes! Na!
Megint lesz kaja. Kajának valunk. És nagyon vicces egyébként, hogy innen is... Kicsit hangos. Ja, semmi baj. Innen is látszik egyébként, hogy még mindig ég a tűz a házban. Ejha. Az igen. Volt benne cucc rendesen. Jó, fölvettem néhány húsit. Szerintem menjünk, süssük ki, nem? Menjünk vissza? Menjünk, a tűz még ég a házban. Ha jól látom. Ó. Hogy? Közben Obika is magához tért. Meg tudjuk javítani plate carrier-t volna állapotra. Yes. Aha, mert hogy... Mi a mert, hogy ahhoz ez a bőrös cucc kell? Itt van. Köszi. Ja, túl sok minden van már a táskámban. Közben kiderült, hogy nálam is van egy leather sewing kit. És meg is van. Volt nálad? Aha, most vettem észre, hogy van nálam. Úgyhogy ezt nyugodtan vedd magadhoz. Mehetünk. Gebbe. Szia Gebbe. Köszi szépen, hogy benéztél. Gyorsan, ez jó lesz itt szerintem megint. Hozzak még gajakat? Ne bazd meg. Kimegyek még fejért a deep cookingba, elkészített sütögöt. Oké. Okay. Na, ezt nevezem én csapatmunkának, gyerekek. Szépen megsütjük, azaz, hogy megfüstöljük, bocsánat, egész pontos legyen, megfüstöljük a húsit. És most, hogyha ez sikerrel jár, akkor egy jó darabig nem kell aggódnunk majd a kaja miatt. Smokingba? Aha. Biztos? Hát úgy nézzét, hogy biztos, hogy nem tudjuk megégetni, és tovább beláll.
Eszedem, köszönöm szépen a követést, üdv itt a csatornán. Egyébként, hogyha nyomod a D-pad lefelét, akkor szerintem neked is fog működni ezért a game chat. Ó! Oh. Hallasz most? Van mikrofon az Xbox kontrollerben? Rá kéne kötnöm valószínűleg a headsetet. Mert hogyha igen, ugye a PS5-nek a kontrollere... Ezt a célzót ezt rá tud tenni akár a... Igen, de ez nem izé, ez nem Scorpióra van? Közben megbaratválkoztam. Úgy füstölődnek a húsikák. Ó, nem, igazad van. Hú, nem lesz nagyon forró az a hú? Ja nem, még a csirkét eszed. Hülyeséget kérdeztem, és csirkét eszed még biztosan. Jaj, hova lettél? Nem lövök én le most senkit. Aha, jó. Megsült a húsi. Az, hogy megfüstöltük a húsit, hogy egész pontos legyek. Jaj. Nem. Remélem, ez a zombi nem valakire hörög. Mondjuk, hogy PU-szkópot gondolom nincs.
Mindjárt megmondom, hogy mi van. A izén. P1, 87-es szkópom van. 2,8-szoros nagyítással. Hopp. Kész az egyik husi. Kész a második is. Még kettőt kell megsütnünk, és meg vagyunk. Na, megvannak a húsok. Már csak meg kell várnunk, hogy egy picit meg kihűljenek, aztán csapathatjuk. Hú, hogy mikor lesz olyan stream, amikor Obika is látszódik majd az asztalomon? Hát, valószínűleg akkor, hogyha legközelebb beszélgető streamet tartok. Itt voltunk egyébként. Nem veszed fel a húst? Mondjuk még 80 fokos. Még van 4 hús a földön. Van nálam 4 darab. Ja, jó. Akkor még egy picit várjuk, hogy egy picit kihűljön a hús, és aztán akkor felveszem én. És akkor utána mehetünk. Valamikor a közeljövőben egyébként lesz beszélgető stream is, tehát hogy nem csak a DayZ-vel szeretnék játszani, hanem szeretnék klasszikus beszélgető streamet is, akár legózás közben, úgyhogy türelem, hamarosan lesz az is, amikor... Nem még a szomszédhez. Oké. Amikor lehet majd gyönyörködni Oberonban. Lassan kihűlnek ezek a húsok, és akkor végre elindulunk. Ha meg már úgyis hús, akkor szépen be is falatozok egyet, mert miért ne. Jó kis sertészték. Tápanyagban gazdag, jót fog tenni Vin Dieselnek. Én vagyok. Oké. Okay. Itt van duct tape, javíts meg a ruháid. Oh, köszi. Ezt a körülményes. Ó, köszönöm szépen a raidet! Sziasztok, srácok! Üdvözöllek titeket itt, a csatornámon, ahol éppen DayZ-zünk serényen és keményen. És megint át kell variálnom. Megint át kell variálnom. Az inventorimat, hogy beférjen az ásó. Mert hogy ezt az ásót ezt nem hagyjuk itt. Közben megjavítom a gönceimet is. Jól.
Nagyon szexi ez a póz. Egy toxici, azt kell, hogy mondjam. Király. Jó a parti. Jaj, azt nézem egyébként, hogy még szögem is van egyébként. Tehát, hogy nem csak tehát, hogy egy csomó mindent szereztem, amire szükségünk lehet. Majd később az építkezéshez. Akkor kb. Fejsz és kalapács kell, nem? Ja, tényleg, igazából tényleg fejsz és kalapács kell, és megvagyunk. Na, részemről indulhatunk. Na, akkor most már fent van a nap, tökéletesen látszódik minden. Gondolod, itt meg tudod tölteni a kulacsot? Sima vízzel? Vagy... Mert hogy azt hiszem tele van egyébként mind a két kulacsom. Ja nem. Tehát, hogy patakvízzel meg lehet tölteni a kulacsot. Biztos, hogy jó ötlet az? Jöjjön. Ha! Nem leszek rosszul tőle? Jó ötlet. Utána meg klótablettával megtisztítjük. Á, értem. Na, meg is van. Akár egy-egy kulacsot be is nyomhatunk. Neked van? Neked van kulacsod? Nincsen. Akkor... parancsolj, ott van egy. Egészségedre. Köszönöm. Te mi szól egyet? Nekem majdnem maxon van most a izém, a hidratálásom, úgyhogy egyelőre jó vagyok. Bizony, tablettás víz, szükség van rá, hogy túléljük a kalandozásainkat.
Még javítottam egyet a Jackie-men. Na, most már aztán tényleg elindulhatunk. Biggie boy, szia! Szép! Irányba jövünk, fixem. Tessék! Új irányba menjünk? Aha! Aha! Tutira. Most jó sokat kell kutyagolnunk. Ezen az úton találkoztam a medvével, annak idején. Csak éjszaka. Bogyi kérdezi, hogy a Livonia DLC és kalapba hogy tudunk bedobni pontosan. Van egy donét lehetőség a csatornának az About oldalán, és ott lehet beszállni a Livonia DLC-be. Hogyha valaki esetleg szeretné támogatni a Livonia DLC-nek a megvételét, az a donét gombbal lehetséges. És hogyha összegyűlik rá a lóvéka, akkor megveszem, és kipróbáljuk majd a Livonia DLC-t, és nem csak az alaptérképen fogunk játszani. Közben egyébként most az a terv, hogy ellátogatunk egy vadásztáborba, ott körbenézünk, megnézzük a vadászkunyhókat, a kórházat, és hogyha azt a területet végigjártuk, akkor utána elindulunk egy nagyobb katonai bázis felé, ahol például reményeim szerint találunk például éjjellátót, hogy akkor is tudjátok élvezni a streamet, hogyha éppen lemegy a nap a játékban. Itt van balra egy gyümölcsös. Bár mondjuk most kajával el vagyunk látva rendesen. Ó, itt egy hordó. Az a hordó egyébként tök jó lenne, hogyha bázist építenék, mert akkor bele tudnám szórni azokat a dolgokat, amik a bázis építéshez kellenek, és nem kéne őket magammal cipelnem mindenhová. Ez az első alkalom egyébként, hogy nem egyedül játszok, hanem iToxicity társaságában, és róla egyébként azt kell tudni, hogy teljesen nem is emlékszem, hogy milyen módon került ide a streamre, de rengeteget segített nekem az elmúlt hetekben, megtanított például bázist építeni, meg egy csomó trükköt megtanított nekem, ma este pedig csatlakozott hozzám, úgyhogy most együtt játszunk. És emberemlékezet óta nem is tudom, hogy mikor volt olyan, amikor nem egyedül daisy-ztem. Streamben értelemszerűen korábban még soha nem volt ilyen, viszont még amikor PC-n daisy-ztem, akkor is, hát ilyen nem is tudom, évekkel ezelőtt történt, hogy valakinek a társaságában játszottam a daisy-vel.
megborotválom ezt a papát is. Nem volt benn valami érdekes? Semmi? Nyilván semmi. Itt konkrétan üres volt. Akkor gyerünk tovább. Azt nézem, hogy már több mint egy órája tart a játék. Ma is egy ilyen 2-2,5 órányi játékot tervezek egyébként. Ma már ki akarom aludni magamat. Mesa, az az igazság, hogy egész sokat... Egyszer itt tévedtél el valahol, azt hiszem. Igen, valóban itt történt. Szóval Mesa, az a helyzet, hogy egészen vállalható már a DayZ-nek a konzolos verziója. Tehát, hogy még mindig akadt benne egy-két bug, de teljesen élvezhető, és működnek benne a dolgok. Úgyhogy nem tudom, hogy mikor játszottál vele utoljára, szerintem azóta biztos, hogy fejlődött. Émi, neked pedig a válaszom az, hogy most elmegyünk közösen egy vadásztáborba, ott megnézzük, hogy mi van a kórházban, meg a vadászkunyhókban, és hogyha végeztünk a vadásztáborral, akkor utána elindulunk egy katonai bázis felé, és végignézzük a katonai bázis, megpróbálunk normális felszerelést szerezni, és hogyha sikerül felszerelni rendesen a Vin Dieselt, akkor utána keresünk egy olyan települést, ahol neki tudunk állni a bázisépítésnek, úgyhogy ezek most az éppen az aktuális terveink, tehát hogy vadásztábor, katonai tábor, aztán bázisépítés, hogy ebből ma este mi fog megvalósulni, azt nem tudom, valószínűleg egyébként a katonai táborig fogunk eljutni, hogyha minden jól megy, tehát hogy ma még valószínűleg nem fogjuk elkezdeni az építkezést, mert hogy nagyjából még egy óra játék van hátra, egy órányi játékot engedélyezek magamnak ma este, de majd valamikor a héten meg innen folytatjuk. Zsolt, szia! Szép estét kívánok neked is, Ádám! Neked pedig, hát hogy vagyok? Minden rendben. Örülök, hogy véget ért a nap, hogy véget ért a meló, hogy véget ért az edzés, és végre tudok egy picit játszani és kikapcsolódni. Szükségem volt rá, mert nem indult olyan jól a mai nap. Nagyon korán kellett kelnem, és fájt a fejem, meg mindent, tehát hogy nagyon rossz kedvem volt, de hál' Istennek így estére elbult a dolog, és minden rendben van. Közben Zsolt írja, hogy tegnap este fejbe kellett lőnie a karakterét. Itt olvashatjátok a chatben, és nyilván adja magát a kérdés, hogy Zsolt miért kellett szerencsétlen karakter fejbe lőni? Mi történt vele? Eltört a lába? Megmérgeződött? Gyomorrontása volt? Hogy mi történt? Bogyi kérdezi, hogy kis Covid kitérő, hogy tervezed, veszek-e fel Sputnik 3-ra oltást, és ha igen, melyiket? Majd akkor gondolkodom el ezen, hogyha esetleg fölhív a házi orvosom, hogy van lehetőség 3. oltásra. Egyelőre nem túl sok gondolatot szenteltem ennek. Valószínűleg, hogyha lesz rá lehetőség, akkor kérni fogom a 3. oltást, mert hogy bajom biztos, hogy nem lehet tőle, és hogyha úgy adódik, akkor valószínűleg Pfizert fogok kérni, hogy utazhassak olyan országokba, ahol csak az Európai Unió által elfogadott oltásokat fogadják el. Igyatok ti is, a hidratálás fontos.
Szóval ez a helyzet, hogyha sor kerül a harmadik oltásra, és lehet választani, akkor valószínűleg Pfizert fogok kérni a két Sputnikon mellé. Az biztos, hogy harmadik oltásnak olyat fogok kérni, ami az Európai Unió által elfogadott oltás. Tehát, hogy kínait biztos, hogy nem fogok kérni, a 100%, hanem akkor vagy Astra, vagy Pfizer, vagy Moderna. Ebből a háromból fogok választani egyet, ha van rá lehetőség. Mondjuk a Sputnikkal olyan szempontból nincsen semmi baj, hogy megfelelő védelmet nyújt, csak hát nyilván egy csomó ország úgy kezeli a Sputnikkal oltott embereket, mint hogyha nem lennének beoltva, és PCR-teszt kell, meg ilyesmi, és azért a közeljövőben van rá esély, hogy lesznek utazások különböző országokba, mint ahogy nemrégiben ugye utaztam Varsóba is munka miatt, úgyhogy abban bízom, hogyha sikerül egy harmadik oltásnak az Európai Unió által elfogadott oltást szerezni, akkor nem lesz gond. Nem lesz gond a beutazásokkal, annak ellenére sem, hogy korábban Sputnikot kaptam. Ebben bízom. Közben Émi írja, hogy Astrát nem adnak Sputnikra, akkor maradt a Moderna és a Pfizer. Nekem mind a kettő megfelel, tökéletesen. Egy jó kis Pfizer. Az a szívem vágya. Nem tudom egyébként, hogy Janssent adnak-e harmadik oltásnak. Hunter Jacket és Vern. Akkor ezt lecseréljük. Mert hogy nem szikszalagos Vern, hanem jól néz ki. Király! Ó, te pedig lecseréljük. Nagyszerű. Ez jó kör volt. Hihi. Na, most nézem egyébként a csetet, és őrületes nagy oltás szakértők vagytok. Büszke vagyok rátok, hogy ennyire kenitek, vágjátok a dolgokat. Ó, egyébként itt ezen a réten lenne esély arra, hogy spónoljon helikopter, de most nincsen. És valahol itt történt egyébként, hogy megtámadott egy medve valamelyik éjszaka. Melyik szerveren vagyunk? El is, bocs, hogy elfelejtettem válaszolni. A 6718-as szerveren vagyunk, Zsolt. Ha ne adj Isten, úgy éreznéd, hogy csatlakozni szeretnél. Tehát, hogy szingapúri szerver és 6718-as végződésű. Pancake Speedy írja közben, hogy ha már a kormány nem akkor a szakértő, az akkor az embereknek kell annak lenni, és ez egyébként így van. Közben Nagyi írja, hogy én lemaradtam a medvéről. Semmi gond, Nagyi, mert készült róla klip. Valaki tegye már meg, hogy bemásolja Nagyinak a klipet a medvével történt találkozásomról. Azért az egy kifejezetten mókás pillanat volt. Bizony. Mikor? Nagyjából egy másfél hónappal ezelőtt volt, találkoztam egy medvével éjszaka, és sikerült is legyűrnöm a medvét, úgyhogy az király volt. Az király élmény volt. Szerettem. Volt medvepuszi is, bizony, kétszer is kaptam tőle medvepuszit, de túléltem. Az harmadik Bellával történt, hogyha jól emlékszem. Tehát, hogy harmadik Bella találkozott a medvével, és kapott tőle smacikát. Smacikát a macikától. Hú, de vicces vagyok.
Most nem mondjátok, hogy nem volt jó. Igaz? Nem. Egyáltalán nem volt jó. Nyilván nem volt jó. Smaci Laci, tényleg. Találkozásom Smaci Lacival. Hál' Istennek tényleg a srácok résen voltak, és készítettek róla klipet. Viszont két nappal ezelőtt pedig egy farkassal találkoztam, és azt is túléltem. És arról is készült klip. Egyébként ma töltöttem föl, azaz, hogy nem is, tegnap este töltöttem föl a YouTube csatornámra azt a teljes adást, amiben a medvés fiaskó volt. Tehát, hogyha valaki teljes egészében szeretné végignézni, hogy aznap este mi történt itt a Daisy-ben, annak ajánlom, ajánlom a YouTube csatornát, ahová mindig feltöltöm a streameknek a streameket, hogy utólag is visszanézhetőek legyenek, miután törli őket a Twitch, és pont tegnap került föl az adás, amiben a medvével való szerencsés találkozásomnak a hiteles krónikája nézhető vissza, nem csak klip formában. Megérkeztünk egyébként a vadásztáborhoz, úgyhogy így oldalról megközelítjük, és abban bízom egyébként, hogy nincsen kipucolva a kórház, mert jó lenne, hogyha a kórházba tudnék szerezni olyan eszközöket, amivel tudok magamnak csinálni vérátömlesztős csomagot. Ugye, aki rendszeres nézője a Daisy streameknek, az tudja, hogy egy ilyen vérátömlesztős csomag az gyakorlatilag életmentő tud lenni mindenféle szituációkban, úgyhogy mostanában igyekszem mindig úgy alakítani a dolgokat, hogy legyen vérátömlesztős pak nálam. Meg vannak itt egyébként katonai barakkok is, oda is benézünk. Hát, ha találunk valami csemegét. Ja, igen. Ugrani már nem tudok, basszus. Kénytelen vagyunk a bejáraton keresztül menni, de hogyha jól nézem, a... Bárányok jobb. Ó. Nagyszerű. Viszont nincs helikopter. Viszont a bárányokat majd kezeljük le, hogyha végeztünk itt. Helikoptert nem látok sajnos. És hát, hogy van rá esély egyébként, hogy kipucolták ezt a helyet előttünk. Nyitva vannak az ajtók. Éberség. Kilenc milliméteres lőszer. Hoho, és tényleg Jézus jól mondja, holnap érkezik a Disney Plus-ra a What If-nek az első része. Na, örülni fogsz, iToxici, találtam extra tárhelyet a golyóálló mellényemre. Úgyhogy megint van extra tárhelyem. Még több cuccot tudok cipelni. Akkor viszont lehet cserélni egy táskát, nem? Nem. Annyira jó ez a táska. Annyira a szívemhez nőtt. Nem volt semmi érdekes a kunyhóban? Nézd meg, milyen jó kis táskám van. Ó, nagyon szexi. Ilyen jó kis slank. Lőszer volt. Ah,
Az igen. Szép. Szép ütés volt. A kodein tabletta mire jó? Itt van vére, tömlesz. Aha. Hogyha fájdalmai vannak a karakternek, akkor... Hát, hogyha azt beveszed, akkor nyugni. Á, értem. Ó, értem. Hát akkor... Annyira nem izgi. Hol volt a izé? A vérátömlesztő cucc. Itt van földön. Ó. Király. Ja, és akkor ezzel leveszem a vért. És utána pedig az IV kittel pedig csinálok belőle vérátömlesztő zacskót, ugye? Itt még van epi, hogyha esetleg kell neked. Van IV kitted? Nem tudok adni, hogyha nincs. Van nekem. Találtam az előbb egyet, úgyhogy meg is csinálom szépen. Annyira profik vagyunk már, hogy elképesztő. Ó, adtál gyógyszert, köszi. Na, ott is van, kis barátaim. Király. Na, már megérte ide bejönni. És nem is szenvedtem el olyan nagyon durva vérveszteséget. Na, egy jó kalapás csodákra képes. Szia Zsófi! Hellóka! Hello! Ó, vadászgatya! Yes! Ja, nem, erre nincs szükségem, bocsánat. Azt hittem kaja. Szevasz, Obika! Szia, cica! Mi a helyzet? Az az én vizem, jó? Ne igyál bele! Cuki vagy, de ne igyál bele! Mondom, ne igyál bele! Hallod? Okos legyél, ha már szép nem lehettél. Ah, Zsófi, de jó fej vagy! Pancake Speedy nevében is nagyon szépen köszönöm az előfizetést, tündér vagy! iToxici az egyik házikóban, amiben voltam, van vadásznadrág. Hogyha esetleg. Érdekel. Nem tökéletes, de meg tudod javítani, gondolom. Szóval találtam egy vadásznadrágot az egyik épületben.
és ott is hagytam. Neked milyen gatyád van most? Vadászgatya. És találtam egy másikat is. Jó, meg vagyunk. Meg vagyunk? Hát itt lőszeren kívül nem sok minden volt. Hát a vadászgatya a lootom nekem is. Na, akkor irány a katonai bázis. A kecskéket abuzáljuk? Abika, mit csinálsz, édes aranyom? Na. Nem feltétlen kell leszedni őket. Jó, akkor vegyük az irányt a katonai bázis felé. Cica. Szia, cica. Minden rendben. Szevasz. Az igen. Együttéssel. Szép volt. Jól van, bocsánatot kérek egyébként az Obika sémelésért. Elnézéseteket kérem. Kint itt vannak az út mellett. Aha, konkrétan a látom. Bárány. Hát most ne bántsuk őket, még van húsink rendesen. Majd jönnek a zombik, aztán úgyis. Hú, futás! A rokonaim. Nem bántjuk őket. Szépen beviharzunk Tisibe. Aztán a Tisiből a patak mentén elindulunk akkor a katonai bázisra. Ó, emlékeztek? Itt volt egyébként az... Melyik bázisra megyünk egyébként? Tessék! Itt volt egyébként az, ahol ugye legalább 6-szor elájultam. A legészabb nyugati... Aha. Militárra megyünk. Jaja. Az innen körülbelül egy ilyen... Mennyi? Hát egy 10 perc lehet. Csak kerüljük el a katonai zombikat.
Na. Megérkeztünk Tisibe. Oké, beválok itt a házaknál. Miért nem rakja bele? Baszki, mi a bajod? Ja. Jó, azt értem, miért nem rakja bele. Hagyjuk. Aj, bassz meg. Mi történik? Mi történik? Tudom, amúgy innen lépjünk le minél előbb, mert itt nem tudom, nagyon sok a zombi. Oké, egy pillanat és mehetünk. Na, oké, gyerünk. Már mehetünk is. Szia, Imi! Üdvköztünk! Ah, ne már! Most kifizetted a teljes DLC-t egymagad? Mekkora király vagy, úristen! Hát ezt nem láttam jönni, hogy most így egymagad kifizetted a teljes DLC-t. Basszus. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. El is akadt ettől most a szavam egy pillanatra. Úgyhogy meg is fogom vásárolni. Kell egy Mosin Snipernek. Tessék? Ja, nem, köszönöm. Köszönöm. Nem vagyok jó sniperelésben, úgyhogy nem akarom csak amiatt magamnál hordozni. Nagyon szépen köszönöm. Tényleg nem tudom elégszer megköszönni. Csodálatos vagy. Úgyhogy akkor valamikor, legkésőbb a hétvégén ki is próbáljuk a Livonia DLC-t. Hát ez fantasztikus.
Na, ezt az utat kell követnünk, hogy eljussunk a katonai bázisra. Most egy picit kutyagolnunk kell, de szerintem egy ilyen 5-6 perc múlva meg is érkezünk majd oda. Jaj, látnátok kellene most a cicát. Úristen, annyira cuki. Szia. Hűha, lassan a második órájába lép a stream. Hirtelen azt hittem, hogy egy hulla fekszik az úton, de valójában csak egy fűcsomó. Kutyagolunk, kutyagolunk. Genius 00, ugye 0024, nagyon szépen köszönöm a követést, érezd jól magad itt a csatornán, ahol éppen a konzolos Daisy-vel játszunk, és éppen úton vagyunk az egyik legnagyobb északi katonai bázisra. És nem is vagyok egyedül, hanem kettecskén párosban játszunk ma este. Nem sokára ott leszünk egyébként. Még egy pár perc, és megérkezünk. Hopp! Oberont láthatjátok éppen, ahogy feltápászkodott mellőlem, és elhagyja a helyszínt, hogy igyon a hátam mögött lévő pohárból, mert hogy valamiért az asztalon lévő pohár már nem volt jó neki. Ugye a cicának mindig be van készítve egy külön pohár az asztalra, hogy tudjon inni, és ugye nekem pedig van egy külön kis kulacsom, hogy tudjak inni. Hamarosan el fogunk írni, elérünk egy betonúthoz, hogyha minden igaz. És akkor azon a betonúton haladva szépen el is jutunk a katonai bázisra. The Bookeater 1993, neked is nagyon szépen köszönöm a követést, üdvözöllek itt a csatornánkon, érezd jól magad. Ez természetesen vonatkozik mindenki másra is.
Jaj, hát sose lesz vége ennek az erdőnek. Vagyunk egy jó páram most fent. Én kell lenni. Ó, meg is nézem. Aha, az igen. Tényleg. Most azért akadnak más játékosok is a szerveren, úgyhogy éberség. Na jól van, most itt van jobbra egy földút. És ha felértünk erre a dombtetőre vagy hegytetőre, akkor azután ott már jön a betonút, amit követve most már tényleg el fogunk jutni erre a katonai bázisra. És itt egyébként a közelben van lehetőség, megvan az esélye annak, hogy találhatunk lezuhant helikoptert is egyébként. És itt is van a betonút, amiről beszéltem. Itt elmegyünk jobbra. És majd szépen fentről lefelé haladunk a katonai bázison. Ami tényleg egy kifejezetten méretes bázis. És van azért rá némi esély, hogy ott találkozni fogunk más játékosokkal is. Tegnap is azt gondoltam, hogy egyedül vagyok a katonai bázison, amit éppen ki akartam lootolni, aztán egyszer csak lövéseket hallottam, és kénytelen is voltam konfrontálódni egy másik játékossal, és hál' Istennek én kerültem ki győztesen az összecsapásból, ami azóta is meglepetéssel tölt el egyébként, tehát hogy őrületes egy mákom volt. Az az igazság. Na most, hogyha itt beszaladunk az erdőbe, akkor itt a közelben egyébként van egy tisztás, ahol lehet egy helikopter. A térképem szerint, itt mellettem van egy térkép egyébként, a laptopomnak a képernyőjén, és akkor ott nézem, hogy jó irányba haladunk-e. Szóval valahol itt benn jobb oldalt van. Van egy tisztás, ahol van esély arra, hogy legyen helikopter, mondjuk füstöt nem látok. Mondjuk az az igazság, hogy legutóbb, amikor találtam a helikoptert, akkor sem volt füst. Ezt mondjuk így hozzá kell tenni. Pancake Speedy. A tisztás, ahol a tisztás. Hát ez csodálatos volt, azt kell, hogy mondjam. Aha, ott az első jele a katonai bázisnak, hogy érkeznek a homokzsákos torlaszok, úgyhogy ha lassan elfordulhatunk balra, és akkor be is jutunk a bázisra szerintem. Egyébként már egészen a szélén. Majd csúnyulni kell, mert nagyon sok a zombi. Aha, ott is van az egyik őrtorony. Megérkeztünk a katonai bázisra. Na hát akkor lootra fel. Vigyázz a lépcsővel, majd lefelé. Oké. Okay.
Ah, walkie-talkie, de nincs benne elem. Nagyon technikásan hátrafelé jöttem le. Na! Akkor sunyuljunk. Átmenjünk a sátrakhoz. Ott viszonylag nagyobb a lút. Aha, gyerünk oda. Követlek. Nyilván sztaminám alig van. Hiszen akkor a hátizsákon van, mint a karakterem ma önmagában. Zárva van a barakk ajtaja, az mondjuk biztató. Na minden zárva van az. Itt semmi. .56-os lőszer. Oberont hallhatjátok a háttérben, ahogy éppen jelzi, hogy ő azért még enne, ha lenne itt. Jó, ezeket átnézzük. Aha. Én megyek balra, te menj jobbra. Itt van egy field jacket, hogyha érdekes lehet neked. Méghozzá egy Vern állapotú. Másikban van a lupasz. Van 556-os lőszer. Ákámban nem találtam még mindig izét, tárat egyébként. Pedig ez nem lenne rossz. Mi fura, hogy zombik már megint nincsenek sehol. Igen, egyet láttam eddig. Ott áldogált tőlünk nem messze, de ennyi.
Gyere, kövess. Megyek. Itt vagyok a nyomodban. Szia, Émi! Itt viszont már a játék legjobb útja van elvileg. Igen. Sátra. Na, úgy legyen. Aha, itt már zombik is vannak. Milyen szép, hatalmas, nagy fekete hátizsákja van. Semmi érdekes? Óba, ja. Azzal ne lőj zombit. Van rajta, hangtompító. Az akkor se? Tudom, de az úgy is hangos. Oké. Hát, találok a pisztoly. Itt van egy... Mármint, hogy így ezért. Nice. Arra van zombiból, akkor csak fussunk be egy konténerbe. Oké. Hoppá! Kilőtt a zombi! Hűha! Ez most mozgalmas lesz. Most van, futi. Baszki! Ez nagyon vicces. Az égbe kilövő zombik, azok nagyon, nagyon mókásak. Vérzel? Márton Boltont, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek a csatornán. Érezd jól magad velünk. Megborotvállak addig. Hogy csinos legyél. Bogyi, ebben a játékban nem lehet menteni.
nem tudom pontosan mit szeretnél menteni. Yes. Ja, ne álljak mi. Vigyázz meg, ne vágjalak. Baszki! Most... mi a... ja, köszi szépen! Hogy? Ja, egy zombi van a tetőn, aztán kész, de onnan az meg nem fog lejönni. Jó, itt nem volt semmi izgi. Hoppá, itt egy izé. Egy... K.A. Itt vagyok balra, a sátorban. Most megyek át a másikba. Honnan kátár? Hol? Ó, köszi. Lőszerű? Van bele még plusz lőszerűt? Pillanat. .762-es. Nem vagyok benne biztos. Nincs. De majd mostantól figyelek, hogy legyen izém. Legyen 762-es lőszerem. Az a lényeg, hogy most már legalább van benne tár. Itt egy tactical vest. Egy keveset tudok adni. Keveset.
Nem, igazából nem annyira fontos most még. Hál' Istennek ezért, hogy van fegyum. Jackim egy kicsit megsínlette a zombi támadást. Köszi minden esetre. Találtam egy dobozot vele. Köszi, köszi szépen, köszi. Ott rendkívül nem sok minden volt be a sor sátrakba. Hopp, az a tár az... Az jó lesz a másik AK-ba. Itt egy 45-ös tár. Király. Töltsd be azt a 45-öset. Ja, ez nem ebbe való basszus.
Majd a KHM-et is törzs be. Jaj, azt nézem, mindjárt megnézzük, kiszedem belőle, hogy hívják ott. A tárat. Aztán megtöltöm szépen. Végül is a kicsi alkát, aztán nem töltötted be. De. Ma izé, a kicsi AK-ban van a izé, a most a 45-ös tár. Látod? Hogy most. De még fér bele, homo. Igen? Ja! Igazad van, hülye vagyok. Igazad van, igazad van. 45-ös tár. Jaj! Mindig ez a körülményes töltögetés. Na, még várjál, még mindig fér bele. Most lesz jó. És nyilván, aj, Isten, Isten az égben. Na, most már jók vagyunk. Most már jók vagyunk. Sehol semmi. Amondó vagyok, hogy menjünk föl ide a magas lesre, az hogy a lesre. Még van egy pár sátor, azt nézd. Ó. Itt vagyok, találtam Night Vision tartót. Ó, hol? Ja, de ez nem muszáj ide adnod.
itt egy kulacs. Hogyha esetleg izé... Van öved? Itt egy kulacs. Jó, köszi. Ó, itt egy KM. Itt egy nagyon jó sisak nekem gyere. A izébe, a... Ó, köszi szépen. Na, és elállt az eső is. Itt van még egy tárnak. Hol? Ja, látom. Zsivány. Na, viszont amondó vagyok, hogy most húzódjunk be az egyik izébe, abba a konténerbe, és akkor ott lépjünk most ki. Ezt nézd meg, hogy ez így fonna, hogy tetszik-e. Hogy micsoda? Nem értettem. Nézd meg a mini site-ot, shotgun-na. Ja. Na, ah, király, 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 király. Szóval na, azt akartam mondani, hogy most másszunk el oda a konténerhez, és ott lépjünk ki a játékból. Mert hogy most már 2,5 óránál tartunk, 10:45 van. Úgyhogy már zárjuk le a streamet, aztán legközelebb innen folytatjuk. Mit szólsz? Kösz. Ide bekóbászolunk. Na. Na, akkor. Lép ki, aztán megvárom, amíg... Hogyha végeztél, akkor utána én is kilépek. Vagy léphetünk egyszerre is igazából. Azt a 15 másodpercet valószínűleg túl fogjuk élni. Mind a ketten. Jó étvágyat! Na, srácok! Az van, hogy holnap este valószínűleg nem tudok streamelni. Legközelebb szerintem csütörtök este lesz rá lehetőség. Viszont ezt még nem tudom 100%-ra megígérni. De szeretnék csütörtök este streamelni, és hogyha tudok csütörtök este streamelni, akkor értelemszerűen innen folytatjuk majd a DayZ-t. Holnap este biztos, hogy nem lesz stream. Csütörtökön van rá esély, illetve majd hétvégén. Hétvégén fogok szerintem egy nagyobb, hosszabb maratoni streamet tartani. Még az is lehet, hogy nem feltétlenül DayZ-zni fogok, hanem lesz beszélgető stream, ezt még kitalálom. A lényeg az, hogy ma este is nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. iToxicinek nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartott, segített, és tudtunk végre együtt játszani. Király élmény volt, remélem, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, és tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott ma este, illetve szóval tartott minket a chatben, és
Legyen megint az, hogy nyomok egy raidet Jubiskára, úgyhogy akinek van kedve, az folytassa ott a mai estét. És tényleg, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogyha minden jól megy, akkor csütörtökön találkozunk, indítom a raidet, további jó szórakozást kívánok ehhez a kedd estéhez. Sziasztok!